az első traktusába azokat a berendezéseket, készülékeket találjuk, amelyik a 900-as évek elejétől, szinte mondhatnánk, hogy a 900-as évek végéig a területünkön is üzemeltek. Ugye központok, készülékek, például az a központ, amit látható, ez az LB25-ös típusú, ez egészen a 80-as évek elejéig üzemelt, a Kénes halmán. Hihetetlen. Most az LB, tehát mint ahogy mondtam, hogy LB, ez azt jelenti szakirodalom szerint, hogy lokál bateri, tehát gyakorlatilag a beszéd energiát előállító áramforrás, kint az előfizetőnél is és a központban is volt egy-egy telep formájába. A híváshoz levő energiát pedig a kurbi, az induktor biztosította. Akkor még a helyközi összeköttetéseket légvezetékek biztosították, tehát az idősebbek emlékeznek, hogy a vasútvonalak mellett az a töménytelen légvezeték ment. Azokba fölfűzve, tehát a települések egymás után egyazonos kétszál vezetéken szerepeltek. Azok erre a felső hüvelyre, illetve annunciátorra volt kötve, és hogyha hívott valaki, akkor annak megfelelő esőlemez leesett, és a csöngő megszólalt, Morze jellel hívtak. De mivel a kezelő nem csak ezzel foglalkozott, a kapostás kisasszony, hanem mással is, tehát nem biztos, hogy hallotta a hívásjelt. Azt, hogy milyen Morze jel volt. Akkor kénytelen volt, azt nem zsinóra belépett fölülre, kint ott a kulcsot, és kit hívnak, például, ha innen nézzük Baja irányába, például egy ilyen Kunfehértó. Mondja, Kunfehértót. Ki vagy? Ja, Halas. Akkor a halasi oldalra belépett, és kit kérsz? 12-es. Akkor 12-es. Oda dugta, és elkezdett dolgozni. Mikor bejelentkezett a 12-es, beszéljenek, becsukta. Most itt jön az az érdekesség, amiért sokan reklamáltak régen, hogy belehallgatott a kezelő. Nem csak, hogy volt rá módja, mert a kintott a kulcsot tudott vele beszélni, nem csak, hogy volt rá módja, hanem köteles volt. Nem a veszélytitok megsértése miatt, hanem azért, hogy azok a fizikai áramkörök, azok még nem igen voltak erősítve. Tehát el lehet képzelni, ha egy olyan beszélgetés volt, mondjuk Kunfehértóról, Győr melletti kis faluba, hát hallották is egymást, meg nem is. Uh-huh. Majdnem úgy volt, hogy mutogatni lehetett, de beszélni nem. Tehát ebben az esetben, ha nem értették egymást, akkor köteles volt a kezelő ismételni a hangot, tovább mondani a szöveget, hogy a túlsó végén az a közvetítő. Közvetítő volt. Kisebb településeken ilyen 5-ös, 7-es kapcsolók voltak, ezek már nagyobb településeken voltak. Egyébként ezek a központok, visszatérve itt az előbbire, ezek a 80-as évek második feléig éltek a területünkön. Féletlen. Ez a központ, ez a legalsó, ezt pedig mondhatjuk, hogy a Frostbárnak az őse. Krosbár Magyarországon ővére egyszerre jött be a távhívás és a Krosbár központ a köztudat évesen azonosította meg. A Krosbár az nem szó szerinti fordítás, de a jó magyarságnak, jó értelmezhető magyarságnak megfelelően az keresztpont kapcsolást ad. Tehát mátrixba kapcsol. Egy függőlegest és egy vízszintest kapcsol össze. Itt két, ha függőlegesen voltak az előfizetők, a vízszintes, az összekötő, és a két azonos vízszintesbe dugott be egy ilyen vakdugót, akkor az a kettő tudott egymással beszélni. Ilyen központ a területünkön utoljára Kígyóson volt, egészen addig még a kígyósi posta meg nem szűnt. A 70-es évek vége. Ebből a generációból, mert ebből is volt több, ez, amit itt látunk, ez a legutolsó
Tehát a legfejlettebb változata az első, nem, majd mondom, tehát ebbe már ledekkel jelzett, mert eleire még olyan esőlemez, majd közönséges lámpák, és úgy jutottunk el végig a ledekig. Gyakorlatilag itt minden előfizetőnek egy-egy lámpa felel meg. Itt, amikor hívott az előfizető, úgy, hogy meg kellett várni, amíg a kisasszony belépett, hogy központ, majd utána kit kér, annak megfelelően kapcsolt. Ilyen, amit itt látunk, ez a típus, 95-ig a területünk, ahol piros dugó van, ilyen központ. Tehát 1995-ig. Ahol zöld dugó van, azok pedig egészen a 80-as évek végéig olyan LD-központok voltak, és hogy mégis legalább falun belül tudjanak hívni, akkor leszerelt alközpontokat telepítettünk ilyen palotaszálláson, stb. Tehát, hogy egymást legalább tudják. Most visszatérve erre a központra, ez mire mondtam, hogy már az utolsó generáció, itt már legalább a kezelőnek volt lehetősége távhívni. Ha volt konténerközpont a közelben, akkor ilyennel, ha pedig nem, akkor az lehetőséget tett konténerközpont fele, illetve az ország más előfizetői fele, ahol már volt távhívás, arra hívni. Ennél a traktusnál lévő résznél már darabszámlálás volt. Tehát az alapdíjban darabszámlálás volt, de idő nem. Tehát ha elkezdett valaki helyben beszélni reggel és estig egyfolytában beszélt, akkor egyfolytában beszélt. A helyközi beszélgetést azt mérték. Ezek már aránylag egy modernebb kis órák, amit a beszélgetés megkezdésekor ahhoz a jegyhöz tettek oda, vagy zsinórhoz, amelyikkel azt kapcsolták, azt a beszélgetést. A kezdetét ráírták és a végét. Ezért a központokban hívás fölépülése, amire a fölemett a kézi beszélés az illető jó előfizetés, létrejött a kapcsolás, durván 1000 jelfogó húzott el engem. Ez, ami itt működik, ez csak egy sorrendi lánc. Tehát most ellen képzelünk, ha 1000 jelfogó csak egynek működik, akkor az milyen zaj volt. Most teljesen csöndes minden elektronikus. Most a Rozsvár a nevét ebből kapta, tehát a keresztpont kapcsolás. A vízszintesek és a függőlegesek kapcsolásával. Például, ha nézzük, ha egy hatosnak megfelelő vízszintes, akkor az összes vízszintes kifől ment, ahhoz, ha például egy kettes húzott, itt látszik, hogy az az egy rugó csomag, az zárt. Az összes többi szabad. Tehát azon lépett fel a kapcsolat, utána már kapcsolhatott más, az mindaddig a kapcsolatot fönntartotta, amíg ez a függőleges húzott. Amikor az elengedett, akkor bontotta. Tehát így építettem föl a kapcsolatot, persze nem egy gépen köröztül, hanem több fokozata volt, és azt, hogy egyáltalán a hívást hogy terelje, ilyen irányba, olyanokat vezérelt ez a sorrendi lánc. Tehát ez egy kis mellék egysége volt az egésznek. Ezek a központok falu központként 2001-ig mentek a területünkön, és itt, hogy átlépünk erre a részre, az automata részre, itt már időmérés is volt. Tehát nem csak darabszámlálás, mint ott, hanem egyel, odé egy időmérés.